kollagénről fogok beszélni. Nagyon sok kérdés van ezzel kapcsolatban. Mindig azt kérdezik, hogy ez milyen típusú kollagén, hogy az 1-es, 3-as, 2-es, és teljesen jogos kérdések. Na, de azt kell tudni, hogy van minimum 28 féle kollagén fehérje van, és a szervezetünkben lévő, tehát az emberi vagy állati szervezet kollagén fehérjéinek a körülbelül a 90-95%-át 1-es típusú kollagén adja ki. A porcainkban van 2-es típusú, a bélrendszereinkben, tehát minden, ahol 1-es típusú van, ott mindig van nyomokban egy kis 3-as típusú, különösen a bélrendszerünkben, és tehát a 2-es típusú és a 3-as típusú adja ki a maradék 5%-ot, tehát 95-et az 1-es, a 5%-ot, és azt az ilyen nagyon parányi, tehát mondjuk akkor nem egészen így van, de ilyen 1-2%-nyit ad ki a maradék 26, vagy feltehetően még több fajta kollagén típusú fehérje van, de igazából az 1-es és a 2-es, csak ez a kettő az, ami számít. Nagyon sok terméken ugye úgy van fölírva, amikor 1-es típusú kollagén van benne, hogy 1-es és 3-as típusú. Ez nem teljesen igaz, tehát itt azért úgy kell elképzelni, hogy az 1-es típusú adja a 99%-át, és az 1%-a a 3-as, ezt nem szokták külön fölírni, mi például azt nem írjuk föl külön, de minden, ami 1-es típusú, az egyben nyomokban tartalmaz 3-as típusút is. Van, aki egyszerűen csak marketing előny miatt ráírja, hogy 1-es és 3-as. Oké. A 2-es típusú, az pedig kifejezetten a porc. A porcban nincsen 1-es vagy 3-as. Oké. Tehát melyiknek mi a szerepe? Nyilván az 1-es a legfontosabb, ami abból is mutatkozik, hogy ugye 90-95%-a a emberi és állati kollagénfehérjéknek az 1-es típusba tartozik, és ennek van a leguniverzálisabb szerepe. Az 1-es típusú kollagén az tudja fokozni a izületi folyadéknak a mennyiségét, ezáltal csökkenti a vírentír, tehát a surlódást, a erőhatásokat a izületek között, tehát az ilyen szempontból van jó hatással az izületre, illetve nyilvánvalóan ugye az aminosav, tehát miután ez fölbomlik a szervezetbe, utána bármilyen típusú kollagén fehérjét elő tud állítani belőle a szervezet. Tehát így nézve akár a porc építő szerepe is lehet. De az 1-es típusú kollagén az, amelyik hatásos minden egyébre is. Tehát legyen az, ugye nagyon sok kutatás van azzal kapcsolatban, hogy a bőrre milyen jó hatással van az 1-es típusú kollagén, legalábbis a hidrolizáltak, legalábbis az 5000 Dalton alatti ra hidrolizált, eléggé előemésztett 1-es típusú kollagének. Ezekről van vizsgálat, hogy már 2 hét után fokozta a bőr hidratáltságát, 3 hónap után a ráncok mélységét csökkentette, kisebb ráncokat akár el is tüntetett, vagy később hosszabb távú vizsgálatokban megelőzte az újabb ráncok kialakulását a kontrollcsoporthoz képest. Igen, tehát hogy ilyesmi vizsgálatok vannak a bőrrel kapcsolatban. Nagyon sok van, mármint hogy az izülettel kapcsolatban is van vizsgálat, hogy például edzés előtt elfogyasztva akkor fokozódik, mert ugye edzés közben, tehát az izületeknek akkor van jó tápanyagellátás, normális esetben nagyon gyér a vérkeringés, és ugye a vérárammal jut el oda a tápanyag. Tehát körülbelül, hogyha egy órával edzés előtt fogyasztunk kollagén típusú fehérjéket, akkor addigra már a véráramunkban van, és így az edzés alatt és az edzés után is még egy jó darabig fokozott ott a vérkeringés, és ezért ez még több lehetőséget ad a beépülésre, illetve az izületi folyadékba a növelésére. Tehát ha izületi célra fogyasztunk kollagént, és az 1-es típusú, akkor azt az edzés előtt fél egy órával érdemes megtenni. Az 1-es típusú kollagén az, amelyik bizonyos vizsgálatokban
mondjuk itt kifejezetten halkollagént használtak ebben a vizsgálatban 2000 Dalton alatt itt, és de valószínűleg más, vagy nyilvánvalóan más kollagén is éppen ugyanolyan jó lehet erre, az javította a bélflórát, csökkentette a béláteresztést, tehát a Tight Junction-okat rendbe hozta. Igen, tehát ilyesmi vizsgálatok vannak róla, tehát a lényeg az, hogy a bél nyálkahártyára és akár a szívbillentyűre, az erekre, stb. Tehát ezek mindenhova az egyes típusú kollagén a hasznos. A kettes típusú kollagén ből kettőféle is van. Az egyik az gyakorlatilag egy előemésztett, részben előemésztett, azaz részben hidrolizált kettes típusú kollagén. Tehát általánosan a kettes típusú kollagénekről mind elmondható, hogy az csak és kizárólag az ízületre van jó hatással, másra nincs. De az ízületekre jobb hatással van, vagy direktebb hatással van, inkább így fogalmaznám, mint az egyesnek. Az ízületi folyadék feltöltésére talán kevésbé jó, viszont erősebb porcépítő szerepe van. Na tehát ugye említettem, hogy kétfajta kettes típusú kollagén van. Ugye az jellemzően csirke vagy hal porcból szokták nyerni a kettes típusú kollagént, és hogyha ez itt tehát normális esetben itt arról van szó, hogy ugyanúgy egy ilyen részben előemésztett csirkeporc vagy halporcról van szó. Ja, visszatérve az egyes típusot, ezt jellemzően bőrből vagy csontból szokták kinyerni. Ja, igen, a csontépítésben is nagyon fontos szerepe van a egyes típusú kollagénnek, azt nem említettem, illetve az izom tömeg megőrzésében, nem annyira az építésében, de a megőrzésében, főleg időseknél vagy bizonyos betegségek esetén nagyon jó a egyes típusú kollagén a izomtömeg megőrzésére. És az izomtömeg minőségének a megőrzésére is. Ebben most nem megyek vele. Visszatérve a kettes típusú kollagénre, tehát az az ízületre jobb, ízület építésére, és tehát akár a halporcból, akár csirkeporcból, tehát ugye ez nem bőrből vagy csontból, hanem ez porcból nyeri ki a kettes, tehát a porcban kettes típusú kollagén van. És akár halból, akár csirkéből van kinyerve, az mindig tartalmazza, ugye mindent, amit a porc tartalmaz, ugye MSM-et, kondroitin szulfátot, vagy egyéb aminoglikánokat, hialuronsavat, és ugye hát magát a kettes típusú kollagént is tartalmazza, és ez segíti valamennyire, ez is segíti a ízületi folyadéknak a mennyiségének a növelését, ahogyan ennek viszont erősebben, direktebb módon van porcépítő hatása. Oké. A másik típusú, kettes típusú kollagén, amilyen az UC2, ott egy úgynevezett a nyers kettes típusú kollagén fehérje van használva, illetve ez káliumkloriddal, vagy tehát hogy az a lényeg, hogy egy olyan sót képeznek belőle, hogy az eredeti szerkezete ne károsodjon az emésztés során se. És így, hogy megmarad az eredeti szerkezete a dolognak, a kettes típusú kollagénnek, így olyasmi szerepe van ennek, mint egy védőoltásnak. Tehát ez a Prayer pacsokon, vagy Prayer plakkoknak nevezett nyirok szervekben, ami a vékony bélben helyezkedik el, ott szívódik föl, bekerül a nyirok keringésbe, és így az immunrendszert áthangolja, és lecsökkenti az autoimmun, vagy az immunrendszerünk fölösleges támadását a saját porc szöveteink ellen, vagy az a saját kettes típusú kollagénjeink ellen. Itt, tehát ugye az egyes típusú kollagénből jellemzően ilyen 2500, azaz 2,5 g, és 10.000-15.000 mg, azaz 10-15 g közötti mennyiségeket szoktak szedni, ezek a hatásosak. Még ugye az előbb említett kettes típusú kollagénből, amelyik a részben hidrolizált,
ebből az olyan 500 és 1500, 500, 2000 mg, tehát fél és 2 gram közötti mennyiségek a hatásosak, míg ebből a nem denaturált, eredeti nyers formátját megőrző só, mint az UC2, tehát ez a típusú, kettes típusú kollagén, ebből viszont 40 mg. Sőt, ennél egy kicsit bonyolultam, mert maga a sóból a 40 mg, tehát maga ebből a ténylegesen a kettes típusú kollagén, ez csak pár milligram, 1 és 10 milligram között jellemzően, de ebből csak egy ilyen pici kell, mert ez összesen csak annyi kell, hogy az immunrendszernek megmutassa, hogy ne támadj fölöslegesen a denaturálódott kettes típusú kollagénjeinkkel szembe. Ugye mitől támadhat? Lehet ugye ez egy autoimmun betegség, mint amilyen ugye a reumatoid artritis, igen, illetve nincsen éles határ a reumás és az osteoartritis között, tehát ez is jó osteóra, de itt ugye arról van szó, hogy amikor van egy kis surlódás, akkor ott a kollagén fehérjék, ugye a porcokban ezek a kettes kollagén típusú fehérjék, a surlódástól, az ütközéstől megváltozik a szerkezetük, azaz denaturálódnak, és azt már idegen fehérjének ismerheti föl a szervezet, és elindít egy autoimmun támadást. Hogyha ez ilyen fokozottan fönnáll, akkor az ugye gyakorlatilag reumás, hogyha meg csak átmenetileg áll fönn, akkor is hozzájárul a porcszövet romlásához ez a támadás, de ez osteoartritis esetében is fönnállhat. Tehát ez kifejezetten ezt állítja meg ez a UC2, vagy ez az ilyen nyers kettes típusú kollagén. De gyakorlatilag ezekről a kollagénekről érdemes csak beszélni. A hármas típusnak nincsen szerepe, főleg a bélrendszerben van, de olyan kevés, hogy ez teljesen mindegy. Tehát bármi, ami egyes típus, az hármas típusú is. Tehát így nézve, akkor három félénk van, ugye. Van a egyes típusú hidrolizált kollagén, van a kettes típusú részben hidrolizált, és van a kettes típusú nyers formáját megőrző fajta. Az egyes típusú az ugye mindenfélére jó, ízületre egy kicsit kevésbé, illetve hogy ott csak a folyadékot tölti föl, és csak közvetve jó az építésére. Ugye a nagyobb mennyiségben alkalmazott részben hidrolizált kettes típusú kollagén az ugye csak ízületre jó, de az építésére is direktebben. Az UC2 típusú, tehát ez a nyers formáját megőrző, az meg kifejezetten az immun rendszert hangolja úgy, hogy ne támadjuk a saját porc szöveteinket, és így az oszteóra és reuma típusú artritisre is jó. Igen. És oké. Az egyes típusunál még érdemes ugye azt kiemelni, hogy ugye az tud lenni marhából, tud lenni sertésből, tud lenni halból. Igazából nincsen közöttük hatáskülönbség elméletben. A fő hatáskülönbség az az, hogy mint minden emlős állat, így a sertés és marha kollagén is tartalmaz egy úgynevezett neult GC nevű sziásabb származékot, ami mondjuk pont reumás artritis nem, de sok egyéb autoimmun betegséget indukálhat abban az esetben, hogyha a beleink áteresztőbbek, ami elég gyakori. De különösen a pajzsmirigy alulműködéssel, azon belül is a Hashimoto pajzsmirigy betegséggel korrelál, és a neult GC-mentes táplálkozás az ezeken sokat javít. És hogyha valaki képes nem enni semmilyen emlős állattól származó élelmiszert, sem kaviárt, mert az is tartalmaz neult GC-t, akkor fontos, hogy kollagénből is a hal kollagént fogyassza. Ha amúgy eszik marhát, vagy sertészsírt, vagy bármilyen emlős állattól származó élelmiszert, akkor ez nem számít, mert amúgy nincsen a marha vagy sertés kollagénben sem sok neult GC, tehát ennek csak akkor van értelme a drágább hal kollagént fogyasztani, hogyha valaki eleve megteszi a megfelelő lépést, hogy egyébként sem fogyaszt semmilyen sertés marha vagy egyéb emlős állat
élelmiszert vagy kaviárt, tehát ennek akkor van értelme a drágább halkollagént megvenni. Na most ezen felül a halkollagénről, legalábbis a 2000 daltonos vagy az alatti halkollagénről van egy vizsgálat, hogy már 2,5 grammos mennyiségben is hatásos, illetve 5 grammos mennyiségben is hatásos. Ez azért érdekes, mert a marha és sertés kollagénekkel kapcsolatos vizsgálatokban rendszerint 8 és 11 gramm most mennyiségeket használtak, talán van 5 grammos sikeres vizsgálat is, de inkább a 8-11 grammos mennyiségeket, és ez nagyon meglepő, ugye, hogy 2,5 gramm, a többivel talán csak nem csináltak ilyen vizsgálatot, én ezt gondolom, de lehet különbség is valóban, ugyanis a halkollagénekben lévő peptidek, tehát nek az összetétele, az különbözik a sertés vagy marha kollagénben lévő peptideknek az összetétele. A sertés és marha kollagén peptidek a sertés és marha bőréből vannak. A halkollagén peptidek azok viszont a hal bőréből, tehát ugye pikkely bőr és a szálkából vannak, tehát emiatt is lehet különbség. És most itt érdemes megjegyezni, most még így az eszemben van, hogy sokan gondolják, hogy itt igazából csak ez attól van, hogy ugye a kollagén típusú fehérjékben sokkal több a glicin, a prolin, hidroxiprolin, tehát hogy van egy sajátos aminosav szerkezetük, de igazából utána a szervezet azt úgy is szétszedi aminosavakra, aztán utána majd összerakja úgy ott, ahol kell. Tehát igazából bármilyen fehérjét eszünk, azokban is megvannak, ezek csak nem olyan arányba, tehát a szervezet elég okos, hogy összerakja. Egyébként ez így is van, viszont itt egy óriási nagy különbség van, az, hogy vannak a emésztőrendszerünkben úgynevezett peptid csatornák, ezek 8000 dalton alatti peptidek, azok, ugye a peptidek azok aminosav, tehát ugye a fehérje az ilyen rengeteg aminosavból álló mindenféle negyedlekes szerkezetük is van, meg összegabajolnak, meg mindenféle, és először ugye a szervezet az kigabajítja, stb., és utána lesznek ilyen hosszú aminosavláncok, és akkor, amikor azt így az enzimeink fölszeletelik, akkor ilyen kisebb aminosavakból lévő láncok lesznek, és amikor már elég kicsi, 8000 dalton alatti egy ilyen aminosavlánc, akkor már úgynevezett peptid csatornákon emésztés nélkül közvetlenül is föl tud szívódni a bélrendszerünkbe, vékony bélbe, vagy akár még tovább tudja darabolni a szervezet, és akkor szabad aminosavak formájában is ugye felszívódnak a bélbolyhokon keresztül, és jutnak a véráramba. Na most, és pont itt a lényeg, hogy ahhoz például, hogy beinduljanak bizonyos folyamatok mondjuk a bőrünkbe a kollagéntől, ezeket bizonyos tripeptidek és dipeptidek, tehát 2-3 aminosavból, illetve bizonyos peptidek indítják be. És épp ez a lényeg, hogy ahogyan ugye említettem, például a mi sertés vagy marha kollagénjeink azon 5000 dalton alattiak, tehát az a legmagasabb peptid is, a legnagyobb peptid is, vagy legnehezebb peptid is benne 5000 daltonos csak, tehát akár ilyen 500 daltonosak és a többi van benne, de az a lényeg, hogy ez teljes egészében 100%-osan emésztés nélkül a peptid csatornákon szépen a véráramba jut. A halkollagén az meg ugye maximum 2000 daltonos, tehát az 2000 dalton alatti, az meg aztán pláne. Na és itt épp ez a lényeg, hogy a rájuk jellemző sajátos peptidek, itt főleg ilyen tripeptidekről van szó, hogy glicin, hidroxi, prolin, hármasai, ezek így beszívódnak ugye a véráramba, de így, ahogy vannak, tehát ezek a peptidek, tripeptidek, vagy dipeptidek, vagy másmilyen peptidek, ezek úgy, ahogy vannak, szívódnak be, és ezek nem aminosavakként, hanem csak így peptidekként indítják be a megfelelő kollagénszintézis például a bőrbe. De külön aminosavakként nem indítják be ugyanolyan jól. Na és ezért fontos, hogy kollagénpeptideket, tehát ezért hatásosabbak a kollagénpeptidek, mint ha csak külön-külön aminosavakat szednénk, vagy húst tennénk, és abból majd a szervezetünk csinál aminosavakat, mert nem lesznek belőle ugyanazok a szekvenciájú peptidek, ugyanolyan aminosabb hármasokból álló peptidek, amik elindítanák azokat ezeket a szintéziseket. Igen.
Probléma szokott lenni egyébként a kollagéneknél, hogy magas tud lenni az ollomtartalmuk. Mi kifejezetten a teljesen ollommentes, ilyen rendkívül alacsony, tehát a legalacsonyabb ollomtartalmúakat használjuk. És ugye mindegyik bőven 8000 dalton alatti, tehát 5000 dalton alatti. Mi az, amit még a kollagénekkel kapcsolatban érdemes megemlíteni? Ja igen, az egyes típusú kollagénpeptideket ilyen kifejezetten kalóriaforrásként tekintek rájuk, ugyanis, de ahhoz nem kell természetesen kollagénpeptideket fogyasztanunk, hanem bármilyen egyéb kollagénfehérje is jó, ami egyes típusúakat tartalmaz, csontlé, tehát csontleves, pacal, körömpörkölt, stb. Formájában, és igazán megfelelőek. Ezeknek lehet, hogy nem lesz olyan hatásuk, ezeknek is lesz, csak ezekből többet kell enni ahhoz, hogy ugyanaz a hatásuk meg legyen a bőrre, ez lehet, hogy az emésztésünk kevésbé bírja meg ilyenek, de itt a leglényegesebb hatás, hogy a bizonyos öregítést fokozó és különböző betegségeket, betegségkockázatokat fokozó aminosavaktól a kollagén szinte mentes. Itt a BCA, tehát az elágazó láncú aminosavak, és tehát különösen a leucin, illetve a kéntartalmú aminosavak, mint a metionin és a cisztein, tehát ezek től szinte mentes, vagy nagyon alacsony a minden típusú kollagén fehérje, és ezeket érdemes mérsékelni, ezáltal nagyon sok betegség megelőzhető lehet, és jelentősen kitolható az élethossz, de ez erről majd később szeretnék írni, hogy ez miért is van így, ez egy bonyolult téma, és még kevesen realizálták ennek a fontosságát. Egy rövid írásom van erről még 6-7 évvel ezelőttről, majd linkeljük a videó alatt, és igen, igazából ezek a legfontosabbak a kollagénpeptidek. A végén gyorsan összefoglalom, tehát egyes típusú kollagén az, ami mindenre jó, ha ízületre szedjük, akkor edzés előtt egy órával szedjük, a kettes típusú kollagének közül pedig, amelyik a nagyobb mennyiségben fogyasztjuk, tehát a részben hidrolizált fajta csirkeporc vagy halporc, az inkább az oszteoartritiszre jó, de jó azért valamennyire reumás típusúra is, míg a nyers formában megmaradó szerkezetű UC2-es típusú, kis mennyiségben alkalmazandó 2-es típusú kollagén, az pedig elsősorban a reumás típusra jó, de persze az oszteóra is, arról is van vizsgálat, ugyanis, hogy arra jó. Egy dolgot még a végére szeretnék megemlíteni, ugye zselatin. A zselatin az körülbelül egy olyan 80-100-120 ezer dalton nagyságú óriás fehérje, és a kollagének azok, a rendes kollagének, tehát mondjuk egy körömpörköltbe vagy csontlevesbe, hát ez attól függ, azok még ettől is sokkal nagyobbak tudnak lenni, és ezeknek a nagysága vagy a súlya, tehát ugye amit ez a dalton mutat, ez mutatja, hogy mennyire könnyen vagy nehezen emészthető. Tehát például a saját tapasztalat és de sok mindenki mástól is hallottam, és ez motivált abban, hogy valóban csináljak is kollagén termékeket, kollagén peptid termékeket, tehát ami elő van emésztve. Régen sokszor csináltam ilyen zselatinos desszertet, 10 vagy maximum 20 g zselatint használtam, és 10 g az csak úgy egy kicsit olyan nehéz, de az úgy jól esik, úgy eltelít. De ha 20 g-ot használtam, akkor mint egy kő lett volna utána a hasamba, még hogyha ha nem megdermedve, tehát hogy melegen, folyékonyan fogyasztottam el akkor is, és egyszerűen egy csomószor utána el kellett mennem aludni, mert annyira lement minden, tehát annyira igénybe vette az emésztőrendszeremet. Most ehhez képest lazán be tudok tolni 20-30 g kollagén peptidet, és teljesen könnyed. Tehát az étvágyam az persze elmegy tőle, hiszen sok fehérje volt, de semennyire nem fekszi meg a gyomromat, és naponta akár 50-60 g-nyi kollagénpeptideket is meg szoktam inni. Ez zselatinból lehetetlen lenne, de körömpörköltből vagy pacalból is. Tehát most nyilvánvalóan lehet, hogy az én emésztésemmel van a gond, de azért azt gondolom, hogy keveseknek van ilyen bivajerős emésztése, ami a zselatint vagy a teljes nem előemésztett kollagénfehérjéket ilyen nagy mennyiségben meg tud emészteni. A kollagénfehérje az összes fehérje között, de sokkal nehezebben emészthető, mint a hús, legyen az egy ilyen nyers marhasztejk vagy bármi, a kollagénfehérjék vagy zselatin, ezek az a legnehezebben emészthető fehérje, tehát ezért jó, hogyha elő van emésztve